A másodrendű vádlottat a börtönből vezető sztáron kísérik át az egyenruhások, ő már letartóztatásban volt az ítélethozatal idején. Társait, akik eddig bűnügyi felügyelet alatt álltak, a tárgyalás idején tartóztatták le a szökés, elrejtőzés veszélye miatt. Bűnös emberölés büntettében. A székesfehérvári törvényszék aljas indokból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettében bűnösnek mondta ki azt a négy vádlottat, akik felelőssé tehetők az áldozat haláláért. A bíróság a kocsma pultosát 14,5 év fegyházbüntetésre ítélte, míg a másodrendű vádlottat, aki megkötözte a sértettet, 15,5 év fegyházra, a harmadrendű vádlottat 14 év fegyházra és a negyedrendű vádlottat 12 évnyi fegyházbüntetésre. A törvényszék mind a négy vádlottat bűnösnek mondta ki emberülés büntetében. Az első, harmad és másodrendű vádlottakat, mint társtetteseket, negyedrendű vádlottat pedig, mint bűnsegédet. Az ítélet szerint a helyi kocsmában leitattak egy már amúgy is részeg férfit, akinek a hátára egy széket erősítettek, miután a férfi elaludt a teraszon, majd szigetelő szalaggal megkötöztek. A sértettet úgy, hogy mozdulni sem tudott, magára hagyták, és meghalt. A vádlottak a megkötözött férfiról felvételt is készítettek. A bíróság azt is kiderítette, a csapat gyakran tett ehhez hasonlókat a későbbi áldozattal csak azért, hogy mulathassanak rajta. A bíróság ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a sértetnek azért kellett meghalnia, mert a vádlottaknak ezen a csütörtöki estén nagy lókon nem volt egyéb szórakozásuk, mint az, hogy a sértettet oly módon alázzák meg, hogy őt egy székhez rögzítsék 3 tekercs szigetelő szallaggal, majd őt magára hagyják, jótkat derülve mindezen. Az elsőfokú ítélet és a 3 vádlott letartóztatásáról hozott határozat nem jogerős. A döntések ellen a vádlottak és a védők fellepeztek.